Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ma pedig az Ultrahang stúdiójában Ruszin Szendi Romulus, a Honvéd, korábbi Honvéd vezérkar főnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát sok hír van, és továbbra is elég feszültnek tűnik a világpolitikai helyzet, úgyhogy a nulladik kérdésem az, hogy vegyünk-e még tartós tejet. Mindenképpen, és melegkabátot is, mert a tél is jönni fog sajnos. Én azt gondolom, hogy óriási feszültség van a világban, ezt mindenki érzi. Nemrégen olvastam olyan tanulmányokat, vizsgálták, hogy mennyi konfliktus van a világon. Nyilván ezek nem biztos, hogy hiteles adatok, de 100 fölötti konfliktusról beszélnek a világon, hiszen nekünk most elsősorban az a kettő jut eszünkbe, ami közel van hozzánk, és hatással lehet ránk, nevesen az orosz-ukrán háború, meg a közel-keleti válság Gázában. Na de rengeteg más gócpont van még a világon, hogy melyik hogy lesz turbulens, melyik hogy változtatja meg a stakeholdereknek, a fő aktoroknak a tevékenységét, az egy óriási kérdője. Akkor nézzük hát talán egy kicsit egyenként is a konfliktusokat, és kezdjük az orosz-ukrán háborúval, mert egyrészt az van hozzánk a legközelebb, másrészt azt látom, hogy még így két év után is érdekli az embereket, hogy mi történik Ukrajnában. Látom a saját nézettségi adatainkon is, hogy én például azzal számoltam, hogy ebben az évben már ez háttérbe szorul, és ehhez képest még talán jobban nézik a műsorainkat érdekes módon, mint tavaly. Igen, mert az európai és észak-atlanti térség politikai és katonai vezetői hallatják a hangjukat, és tesznek olyan kijelentéseket, ami sajnos érdeklődésre ad okot, figyelmet, mert az eddigi eltérőtől, tehát több mint két éve megy most már a háború, volt egyfajta a vélemény, azt nagyon sokáig tartották, és most úgy tűnik, hogy ezeken a véleményeken változtatni akarnak. Ez azt jelenti, hogy a háború dinamikájába is lehet változás. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a beszédek mellett a támogatásoknak a mértéke, az meg jelentős mértékben csökken. Éppen ezért, hogy amit korábban is mondtam, én azt gondolom, hogy 2024-ben jelentős változás lehet az orosz-ukrán fronton, és ugye a kitörés az mindenképpen sokkolta az európai társadalmat. Most ha valamilyen formában megváltozik a háborúnak a menete, vagy a dinamikája, az megint hatással lehet teljes Európára. Akkor beszéljünk egy kicsit magáról a frontról, hogy azt is gondolhatnánk, hogy az oroszok egyszer csak vesznek egy nagy lendületet és más intenzitással támadnak, mert még talán önnel is beszéltük korábban, hogy azért a kezdeti bénázás után, minthogyha akár szervezetileg, akár technikailag, de jobban állnának most az oroszok, mint a háború kezdeténél. Ugyanakkor meg nem látjuk azt, hogy bármi változna a stratégiájukban, tehát nem csinálnak dömpingszerű nagy támadásokat vagy nagy városostromokat, hanem továbbra is a felőrlő hadművelet forgatókönyve szerint haladnak előre. Ez ön szerint továbbra is így lesz? Vagy igazak azok a narratívek, miszerint így, hogy az USA nem küld támogatást meg, állítólag komoly lőszerhiány van Ukrajna esetében, így akár egy intenzív tavaszi-nyári időszakra készülnek az oroszok? Ezt folyamatosan elemzik, hogy érdemes-e vagy nem. Működik a stratégiájuk, úgy tűnik. Nekik ennyi elég? Hát, ők el fogják érni a céljukat, ők nem holnap, ők ráérnek holnap után elérni a célt, én azt gondolom. Tehát hosszan távon gondolkodnak, hiszen jelenleg úgy tűnik, hogy az idő az nekik dolgozik. Akkor miért siessenek? Nagyon fontos kérdés az, hogy ez mennyi ember életbe kerül. Nagyon fontos kérdés az, hogy ugye egy támadó művelet, az mindenképpen lényegesen nagyobb erőforrás igényt követel meg, mint egy lassabb intenzitású, egy nyugodtabb a harctevékenységi forma. És főleg emberi életben én biztos vagyok, hogy nem szeretnének sokkal többet áldozni, mint ami mindenképpen szükséges. Ezért ők szépen haladnak előre. Ők tudják, hogy ha az a bizonyos dinamikai változás nem történik meg, akkor el fogják tudni érni céljaikat. Akkor ön például nem számít nagy városostromokra, akár Odessa ostromára? Előkerülhet ez, de ki fogják várni azt a lehetőséget még egyszer. De nem most van az itt? Nem látom. Tehát az, hogy a nyílt információból jönnek hírek, hogy ki merre jár, milyen fegyver van, mit pusztítottak el, ennek a katonai elemzése azért sokkal fontosabb és mélyebb adatokra lenne szükség ahhoz, hogy megmondjuk, hogy valóban mikor is hol fognak támadni. Folyamatosan elemzik, ugye, tehát a mai világban, amikor mindenhonnan jön információ, a szenzorok mindenhol kint vannak, és nem csak a földön, vízen, levegőben, hanem a kibertérben is, az űrből is jönnek információk, a saját maguk is, és a szemben álló félről is. Ugye Putyin elmondta, hogy mi a végső célja. Hogy mikor, melyik területen, ez egy nagyon hosszú frontvonal.
igazából, és még nem beszéltünk... Ez egy 1000 kilométer. Persze, több mint 1000 kilométer, és akkor nem beszéltünk még ennek a diplomácia, meg a gazdasági, energetikai szegmenséről, úgyhogy hogy mikor, hol fog támadni, hogy hol próbálja térdre kényszeríteni az ukrán társadalmat és az ukrán politikai elitet, hogy változtasson ő igazából, tehát kényszerítse arra őket, hogy, hogy valamilyen megegyezés történjen, és szüntessék be legalább a harcokat, azt ők folyamatosan mérik. Nagyon nehéz, tehát valakinek igaza lesz. Olyan nem lehet, hogy egyiknek sincs igaza? Vagy mindkettőnek igaza lesz? Ha arra célzok, hogy például Odesszát támadják, vagy Harkovot fogják először támadni, valaki ezt mondja, valaki azt mondja, én állítom, hogy lehet, hogy még Putyin se tudja ebben a pillanatban, hogyha egy offenzívát elindít, akkor az pontosan hol fog történni. Nyilván megvan neki a stratégiai célja, megvan a szándéka, megvan, hogy mi a legfontosabb érdeke, és ahhoz a lépéseket ők kalkulálják folyamatosan. Ugye, ha jól emlékszem, Eisenhower mondta, hogy a terv semmi, a tervezés minden, tehát hogyha nekik most lesz egy tervük, és ahhoz ragaszkodnak, akkor úgy járnak, mint a háború elején. Én szerintem tanultak ebből a leckéből, tehát ők folyamatosan terveznek, és ugye opportunisták, ugye ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha meg lesz a lehetőség, akkor meg fognak indulni. Látjuk azt, hogy a kis településeken eddig nagyon komoly harcok zajlottak, illetve Ukrajna soha nem ad fel települést csak úgy, vagy hát mondhatjuk, hogy soha nem, hanem hogy küzdenek szinte mindig. Nem? Hát igen, innen úgy tűnik. És az a nagy kérdés, hogy ezt nagyvárosok esetében is így tenné Ukrajna, vagy ott már annyi a civil lakosság, akkorák az értékek, hogy ott akár egy másfajta stratégiát alkalmaznának. A stratégia mindig helyzet és időfüggő. Tehát, hogyha és emberéletekben mérik, és valóban az, hogy mi az, amit meg tud tartani, mi az, amit nem. Elég-e körbevenni és kiéheztetni, vagy le kell rombolni. Az embereket ott kell tartani, vagy jobb feladni, és kell keresni egy másik jobban védhető terepszakaszt annak érdekében, hogy tényleg meg tudják állítani az előrenyomulást. Úgyhogy nincsen erre aranyszabály, nincs erre ezüstöltény, hogy ezt mindig így kell csinálni. És az a baj, ugye, amit szoktam mondani, hogy a stratégiai döntésekkel az a probléma, hogy csak napok, hónapok, vagy akár évek múlva derül ki, hogy jó döntést hoztak-e. És megint nem csak a katonai helyzetet kell figyelembe venni, hanem az összes többi szegmest, ami befolyásolja az államnak a további életét. Úgyhogy én ezért nem szeretek így tippelni, mert nem látok minden adatot. Ugye azért ezt igyekszik titkolni mind a két fél. Nyilván a pszichológiai műveletek és az információs műveleteknél megpróbálják befolyásolni saját magukat, meg a szemben álló felet is azzal, hogy mi történhet. Nem beszélve ugye a megtévesztő műveletekről. Tehát ez egy nagyon... Én ezért hívom ezt művészetnek. Azért művészet, mert annyi változó van benne, hogy lehetetlen leírni matematikai képletekkel, és lehet, hogy csak egy érzés kell majd a valamelyik parancsnok részéről, hogy sikerre vigye a saját akciót, amit ő jobban félek, hogyha valamelyik vezető meg közepesen hülye döntést hoz, és az nem csak az adott régió vagy a frontszakasz befolyásolja, hanem az Európát vagy egész világot is. Akár az ukrán, akár az orosz titkos szolgálatnak a különböző ilyen nagyon furcsa akciói, dezinformációs műveletek, diverzáns akciók, és sok esetben tehát ilyen terrorszerűnek tűnő műveletek, amihez állítólag lehet akár egyik, akár másik félnek köze, az mennyire gyújthat, tehát mennyire kell az, hogy akár egy apró rossz mozdulat, és az tényleg még inkább lángba boríthatja a térséget. Ez pontosan így van, ugye ezért hívjuk ezt hibrid hadviselésnek, amikor a hagyományos és nem hagyományos hadviselés megjelenik úgy, hogy a Dime teljes spektrumába folynak a műveletek, mert a nap végén továbbra is a Clausewitz-i háromszög fogja eldönteni, hogy megy a háború vagy nem, és ez a társadalom meggyőzéséről szól. Tehát ezek a információs műveletek, nem hagyományos műveletek, ezek okozhattak olyan áttörést a társadalomnak a megítélésében, ami befolyásolhatja majd a háborúnak a további folytatását. Erről szól a történet. Tehát a társadalomnak része ugye a haderő is, és a kormányzat is természetesen, még akkor is, hogy a háromszögnek a másik két csúcsán helyezkednek el, de a nap végén ugye pontosan azért csinálják ezeket, hogy valamilyen hatást gyakoroljanak a teljes Clausewitz-i háromszögre, de főleg a társadalomra. És nem csak a saját társadalmukra, főleg, hogyha Ukrajnát tekintjük, nekik szükségük van ugye az Észak-Atlanti térség társadalmára is.
Ha már az Észak-Atlanti térséget említette, akkor pont most a Politikóban megjelent egy nyílt levél, amelyet a német külügyminiszter, a francia külügyminiszter, illetve a lengyel külügyminiszter jegyez. Ebben többek között az van, hogy Ukrajna miatt egyre nagyobb a fenyegetettség Európára nézve, és ezért szükség van egy közös koncepciónak a kidolgozására, közös vásárlásokra, közös fegyverkezésre, átgondolására az európai hadseregnek, illetve a hadseregek állapotának. Ugye ez nem egy új dolog, hiszen Macron ugye például az egységes európai hadsereget már korábban is mondta, illetve volt korábban ugye egy Macron, Tusk és Scholz találkozó, tehát a három kancellár, a Weimari hármak ugye szintén találkoztak egymással. Viszont az az én kérdésem, hogy biztos, hogy ez Ukrajnáról kell, hogy szóljon, mert azt értem, hogy Európának önállóan is fejlesztenie kell a védelmi kapacitásait, vagy akár a katonai képességét. De csak ürügy az, hogy orosz fenyegetettség van, és ez ebben jól bele lehet csomagolni, vagy tényleg ez az origó? Én azt tudom neki mondani, jó reggelt kívánok, hogy ezt megerősítették most egyszerre hárman. Egyébként a mi miniszterelnökünk is évekkel ezelőtt már mondta, hogy ennek meg kellene történni. Tehát ez az igény, ez elég régóta benne van az európai vezetésben, már az észszerűbe. Most van egy olyan katalizátor igazából, hogy akik eddig ellenálltak neki, vagy nem tettek érte eleget, azok most hirtelen fontosnak érezték. És ebben egy nagyon jelentős tényező az, hogy az Egyesült Államok meg hezitál. Ugye az elnök választásra készülnek, a két elnök jelöltnek azért vannak érdekes nyilatkozatai, ami arról beszél, hogy jó lenne, hogyha Európa most már megpróbálna gondoskodni saját magáról. Ugye a második világbégés után is a hidegháború lezárását követően azért Európa felvett egy elég kényelmes helyzetet. És itt nem feltétlenül Közép- és Kelet-Európáról beszélek, hiszen nekünk azért voltak más gondjaink ugye a 40-50 év miatt, ami kimaradt a gazdasági és társadalmi fejlődésünkből, nekünk ezt be kellett pótolni, tehát mi nem nagyon voltunk képesek arra, hogy lényegesen többet költsünk a haderőre, sokkal fontosabb dolgokra kellett költeni. Nyugat-Európára azért ez nem teljesen igaz, ők viszont hátradőltek, mert ugye, amit szoktam mondani, hogy 22-es adat, hogy 811 milliárd dollárt költ az Egyesült Államok a védelmi költségvetésében, ha a NATO országok költségvetését összeadjuk, akkor nem éri el a felét annak, amit az Egyesült Államok költ. Tehát az Egyesült Államnak úgy is megvan, hogy úgy is van képes, akkor úgy gondolták, hogy nekünk nem kell annyira oda tenni magunkat. Ha az Egyesült Államok azt mondja, hogy nem biztos, hogy neki ez a prioritás a világon, hiszen a Európa, hogyha a területet tekintjük, akkor lényegesen kisebb, mint amivel ő versenyhelyzetben van, és inkább oda akar fókuszálni. Egyébként ez annak, hogy még az Obama kormánynál is előjött, hogy pivot Észak, vagy a pivot Ázsia, ez folyamatosan előjön az amerikai gondolkodásban, és van egy nagy konfliktus Európában. Egyes elemzők szerint még hat kicsi, és azért itt van a Európa térségében, még hogyha a Fekete-tenger, Kaszpi-tenger térségét Európának számolják bizonyos körökben. Akkor jó lenne tenni valamit, mert az Egyesült Államok nem ad segítséget, akkor bizony bajba lehet Európa. Mi az igazi probléma ezzel? Hogy ennek a közös védelemnek azért az alapja a közös biztonság és védelem politika kellene, hogy legyen. Ezek dogmatikai alapok? Nem, ezek észszerűség alapok. A dogmának kéne lenni, de ugye ez az értelem. Tehát hogyan négy ki egy normális védekezés, először meg kell nézni, hogy mi a veszély. Na, pont ez lett volna, hogy, és itt jön ez a kérdésem, hogy biztos, hogy nekünk arra kell felkészülni, hogy Oroszország itt végigmegy a balti államokon, meg Lengyelországokon, vagy Lengyelországon, meg még a Szovjetunió régi érdekszféráját is magához csatolja, tehát hogy nem nagyobb veszély az, hogy tényleg dömpingszerűen jön a migráció, vagy terrorakciók várhatók, tehát hogy Hát mi ebbe egyetértünk, azt kell, hogy mondjam, és pontosan ez akadályozza meg, hogy Európában közös védelempolitika legyen, hiszen teljesen más a percepció, más a veszélyeztetettségi érzés Európa különböző pontjain. És nem érthető is, hogy egy lengyel máshogy éli meg, mint abszolút, egy magyar. Meg gondoljuk, a balti államokban, ahol jelentős orosz kisebbség is él, és látták, hogy mi történt a Krímben, meg mi történik Ukrajnában, nekik egy jogos félelem attól, hogy Oroszország ugyanazt fogja tenni, mint Ukrajnában. Főleg, ha nincs NATO. De NATO jelenleg van, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mi megközelítésünk az, hogy nekünk nem kell attól tartani, hogy az oroszok megindulnak, és megint ugye Magyarország hadszintéré válik azért, hogy átmasírozzanak valamerre, viszont vannak országok, amikről nagyon félnek.
Ha megkérdezzük mondjuk a briteket, akkor ők meg jó távol vannak az oroszoktól, tehát ők nem is érzik ennek hatását. De azt sem nagyon érzik mondjuk a Észak-Európában, hogy nekünk például mit jelent az illegális migráció. De szóval a déli államokat kérdezik, Spanyolországot, Olaszországot, vagy éppen Magyarországot, akkor nekünk ez sokkal veszélyesebb irány, mint a keleti irány. És ezért lesz nagyon nehéz Európában egy közös védelempolitikát felállítani, mert még egyszer a veszélyeztetettségnek az érzése az teljesen más. Nem fognak tudni megegyezni adott esetben. Ugye, hogyha a haderőt meg kellene indítani valamelyik irányba, akkor mi más mondunk, mint amit az északiak, vagy a déliek, vagy a keletiek, vagy a nyugatiak. Úgyhogy, ahogy szoktuk mondani, hogy nincsen Mr. vagy Mrs. Európa, és így nem is nagyon lesz Mr. vagy Mrs. Európai Védelmi Miniszter, akinek ugye ez lenne a jogköre. Egy biztos, a haderőket fejleszteni kellene. És akkor itt jön egy másik nagyon fontos kérdés, hogy a haderőfejlesztés az nem csak a védelemről szól, hanem annak nagyon nagy a gazdasági és energetikai és információs szegmense is van. Ezekkel hogy állunk? Mi ezt folyamatosan fejlesztjük, ugye nekünk ezt újra kellett építeni, hiszen nem nagyon volt. Én azt gondolom, hogy nem haladunk rosszul, de mehetnénk még jobban. De ezen dolgozni kell, tehát a 40 év lemaradását azért 4 év alatt nem nagyon lehet behozni, de legalább elindultunk. És pontosan itt jön, hogy ha azt mondjuk, hogy akkor tematizáljuk, hogy mondjuk ki mit gyárt. Oké. Ez jó lenne, hogyha meglenne a közös biztonság és védelem politika is érdek, mert ha valaki bajba kerül, és ő nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, akkor valakitől meg kell venni, vagy valakitől meg kell kapni. Hát ezt most látjuk Ukrajna esetében, hogy mire kigördülnek a járművek, mondjuk a páncélozott járművek, vagy harckocsik, addigra már lehet, hogy véget ér a háború. Így van, a másik pedig továbbra is az anyagiakon múlik nagyon sok minden, tehát ha mondjuk mindenki egy helyről veszi a harckocsit, akkor az az országnak a GDP-je az nyilván az menni fog felfelé. Akkor egy másik ország mondja, ilyet én is tudok csinálni, akkor én miért ne csináljak magamnak, és miért ne adjak el picit olcsóbban, de többet belőle, és akkor a GDP-n, tehát a gazdasági történeteket ebből nem lehet kizárni. Viszont ezek azért is bonyolultabbak, mert nem csak az országokon múlik ráadásul, hanem itt ugye a magánszektor is erőteljesen jelen van. Ez pontosan így van, mert a védelem az profitot nem nagyon hoz, az viszi a profitot. Tehát a profitot valakinek meg kell keresni. Most a védelmi ipar erre képes, főleg akkor, hogyha nem csak a helyi vagy regionális szinten gondolkodik, hanem globális szinten. Tehát ezeket a fegyvereket el lehet adni a világon máshova. Hát pont nekem nagyon érdekes volt, hogy miközben a Taurus rakétákról megy a vita, hogy mondjuk kap-e Ukrajna vagy nem, közben Dél-Koreának tömegével adják el gyakorlatilag a gyártók meg a németek. Hát persze, mert ez üzlet is. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Egyébként a harceszközök egy jelentős részei meg is sínyli ez, hogy üzlet lett elsősorban, és gyakran úgy csinálják, mint a mosógépet, hogy nem baj, hogyha egy idő után kidobod, vagy folyamatosan javítani kell, meg olyan körülmények között kell tartani, hogy az minél tovább működjön, ahelyett, hogy bármikor, bárhol bevethető legyen. Úgyhogy egy ilyen defektérzés azért van a 21. század technológiának és hadiparnak. Ezeket akkor tudjuk levetni, ha tényleg a praktikum a oldalán közelítik meg. A háború erre rámutat, meg kell nézni, hogy az orosz-ukrán háborúban mik kerültek elő, mit újítanak fel, mit modifikálnak és hogyan, annak érdekében, hogy valóban a harc képessége legyen a legmagasabb. Itt akartam azt megkérdezni, hogy az elrettentő képességhez még lehet, hogy jó, hogy felsoroljuk, hogy statisztikailag mink van, aztán lehet, hogy közben az már rég a szervizben kéne, hogy legyen, vagy a roncstelepen, nem? Tehát, hogy... Ez így van, tehát a darabszám egy dolog, abból, hogy mennyibe vethető, ez egy másik dolog, és ezért jó a magyar haderőfejlesztés, hogy vadi új cuccokat veszünk idéző. Jelbe. Tehát ennek a kihordás ideje sokkal hosszabb lesz, mint az öregeké, főleg akkor, hogyha a fenntartási ciklusokat, azokat tudjuk tartani. Úgyhogy és ugye ez indult el most Európában mindenhol, de ez egy lassú folyamat. Ez egy lassú folyamat lesz, ezen dolgozni kell, tehát ezért nem tudok más csak egyet érteni a három külügyminiszternek a közös állításával, még akkor is, ha egy kicsit elkéstünk ezzel. Na most a beszéden kívül jó lenne, hogyha most már akkor tennénk is valamit. Nagyon nehéz lesz, pontosan ezért, mert még egyszer, most akinek nincs, most kitől vegyen. És Magyarország ebben megint példát mutatott meggyőződésre, mert azt mondtuk, hogy mi az eszközök zömét azt Európából akarjuk beszerezni. Pontosan ezért, hogy az európai hadipar, az európai védelmi képesség, ez nem mindenki csinálja ezt. És nem akarok blabálni másik országokat, mert ugye ez a műsor, ez nem erről szól, de hogyha felmennek az internetre, és csak a nyílt információval megnézik, hogy ki honnan... Egyébként honnan lehet még venni?
Honnan lehet? Hát nyilván az Egyesült Államokból, nyilván lehet venni a Közel-Keletről, Távol-Keletről, meg kell nézni, hogy ki honnan veszi az eszközöket, vagy azért, mert gyorsabb, vagy azért, mert még egyszer politikai, vagy gazdasági érdeke az adott országnak, az fontosabb, mint mondjuk az Európának az érdeke. Ez egy kicsit kívülről nézve, és szintén a sajtóban megjelent információk alapján úgy tűnik, hogy amikor konfliktusunk van egy-egy országgal, akkor azt azért nagyon gyorsan el lehet simítani egy-egy fegyvert vásárlással. Ez nem teljesen igaz. Az a nice to have kategória, hogy az is benne van. Nyilván lehetne mosógépet is venni, teljesen mindegy. Itt, amit szoktam mondani, a diplomacy, information, military and economy, ez határozza meg egy országnak a teljesítő képességét, meg erejét. És nyilván, amikor mennek a tárgyalások, akkor ennek a teljes spektrumát figyelembe kell venni. És azt mondja, persze, hogyha az ember a katonai, a biztonság oldalba csinálunk valamit, akkor a gazdaságba is. Ha megnézzük a korábbi szerződéseket, és Magyarország azért próbált mindig ilyet kötni, hogy ne csak egy valamit vegyünk, hanem akkor a serpenyő további oldalába is legyen valami. És még az lenne jó, hogyha egyáltalán még hozna is valamit, tehát a gyártás egy része is ide kerülne. Ehhez nem mindenki partner, mert valaki csak a profitot akarja, valaki csak eladni akar, valaki csak fenntartani akar, tehát gyakorlatilag ez a nem a win-win agreement, nem a win-win szerződés, hanem neki jó, nekünk meg egy kicsivel jobb. Törekedjünk olyanra, hogy mind a kettő jó, és persze vannak ilyen példák, hogy ahogy a politikai szintéren megkötött alkukat ráerősítjük a gazdasági szektor, adott esetben mondjuk a védelmi szektornak a fejlesztésével is. Behoznék még egy szempontot az embert, hogyha mondjuk lesz egy akár erős nemzeti hadseregek európai szövetsége, akár egy egységes európai hadsereg, ami hát azért nem biztos, hogy lesz, de mondjuk legyen, meg van a NATO is. Hogyha tényleges konfliktus van, akkor azt viszont látjuk, hogy azért kevés a katona mindenhol. Akkor egy katona lehet egyszerre majd a NATO hadseregben, meg a nemzeti hadseregben, meg az európai hadseregben? Ez most is így van. Tehát Európának most is vannak műveletei az Európai Uniónak. Ha megnézzük a Balkánt, Bosznia-Hercegovinában. De békefenntartó. De békefenntartó. De attól ez művelet. Most a katonai szempontból a katonának oda kell menni, csinálni kell a dolgát. Ugye az, hogy deklaráljuk, hogy most ez béketámogató művelet, vagy háború, vagy csak humanitáris segély, az a katona szempontjából, aki a terepen van egyenruhába fegyverrel, az neki meló. Nyilván a rules of engagement azért más, tehát a harcbevetés szabály azért mások. Tehát van erre példa most is, és ugyanakkor NATO katonák, meg nemzeti katonák, és attól függ, hogy melyik időpillanatban mit kell csinálnia. Ez működik, tehát az sem igaz, hogy egyáltalán nincs az Európai Uniónak a védelmi képessége, hiszen van az EU-nak ugye készeléti, fegyveres készeléti szolgálata, és mi is adunk folyamatosan, tehát ki vannak jelölve az erők arra, hogyha valami baj lenne, akkor a lehető legrövidebb időn belül tudjunk reagálni közösen. Viszont mivel a NATO ernyő megvan, és a NATO-nak a teljes doktrinális része ki van dolgozva, a szabályzatrendszere, ez azt jelenti, hogy mivel ennek is annak is tagjai vagyunk, így a szabályrendszer az lefektetett, nem kell újat kitalálni. A másik ilyen nagyon fontos a vezetési rendszer, hiszen a NATO vezetési rendszer az kiépített, az Európai Unió nyilván nem annyira fejlett, tehát nagyon gyakran a NATO vezetési rendszer az része az EU-s műveleteknek. Tehát ezt teljesen ketté szakítani még nagyon sokáig nem fogjuk tudni, egyébként két rendszer fenntartani, meg pénzkidobás. Igazából, tehát, és ez a másik nehézség ebben, hogy ha van egy rendszer, akkor most, hogy másik zászlórant vonulnak fel egyébként ugyanazok a katonák, ez a katonának problémát nem okoz, ez majd a politikusoknak okoz problémát, mert a végén az lesz a kérdés, hogy ki miben dönthet. A katona most, végre fogja adni a parancsot. Most ezek a döntési jogkörök egyébként egyértelműek? Most egyértelműek a döntési jogkörök, én azt gondolom, még akkor is, hogyha majd elkezdik értelmezni, ugye mi katonák azt szoktuk mondani, hogy a parancsot azt nem értelmezik el, hanem végre kell hajtani, és ez szerintem a törvényekre és a szabályokra is igaz. Jó lenne, hogyha mindig mindenki betartaná, de elkezdik értelmezgetni, abból szokott a baj lenni. Tehát a rendszer kialakítása az teljesen egyértelmű. Megvan, hogy a legmagasabb politikai szinten hogyan lehet döntést hozni, és megvan, hogy ez hogyan csapódik le végül mondjuk a parancsá a hadszintéren.
És egyébként hogyan? Tehát engem az érdekelne, ugye mégiscsak volt a magyar vezérkar főnöke, hogy mondjuk megszületik egy döntés a hadsereg főparancsnokától, vagy nem tudom kitől, talán ezt így végig is mondhatnánk, már csak azért is, hogyha egyszer olyan helyzet van, akkor értsék az emberek, hogy hát most valami nagyon fiktív dolgot mondok, és ne is Magyarországról beszélünk, de mondjuk a magyar sajátosságokat, hogy a UFO-k támadást indítanak egy ország ellen, és akkor onnantól az, hogy védekezni kell, akkor kihoz és milyen döntést? Ez egy másik történet, ugye, mert akkor az alaptörvényben, a saját alaptörvényünkben megvannak azok a különleges jogrendi helyzetek. És ha Magyarországot fegyveres támadás éri, akkor az a különleges jogrendnek az a helyzet, amikor el kell rendelni ugye, a háborús állapotot. És ezt nyilván a kormány és a parlament. És akkor áttérünk egy olyan vezetési rendszerre, ami minden a hadigazdaságról, minden arról szól, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot. De mondjuk azt kidönti el olyankor, hogy az a harckocsi most oda menjen a határra, az a század vagy dandár meg fölvonuljon ott és oda lőjön, tehát hogy ilyenkor ez hogy? Megvannak az ország fegyveres védelmi terve. Erről ennyit mondhatok, és abban azért nagyon sok minden le van írva. És az jó? Amikor én utoljára láttam, jelentem, akkor jó volt. Nyilván, de azt is folyamatosan gondozni kell. Tehát az sem olyan terv, hogy egyszer megírtuk, és akkor majd akkor 100 évig az működik. És amikor ön például vezető volt, akkor ön ezt ismerte által zég, meg úgy tud, vagy mindig meg lehet nézni, hogy most mit kell csinálni ebben a helyzetben. Ez természetes. Nekem az volt a szerencsém, hogy én hadmérőfőnök is voltam, megbízott hadmérőfőnök, tehát én dolgoztam is ki. És utána, tehát nyilván ezt nagyon kevesen ismerik el rendesen, nem is kell sok embernek ismerni. Vannak a kidolgozó a kollégák, akik ismerik, illetve nyilván a kormányfő és az államfőnek, meg a miniszternek ezt kézjegyével azért el kell látni, hogy ők is tudják, hogy mi van benne. Legalább nagy vonalakban. A részletek ez elég, amit tudjuk. És pontosan megvannak az eshetőségi terveink, hogyha ilyen történik, bármelyik irányból fogalmazzunk így, akkor megvannak az azonnali reakciók, és beindítjuk a folyamatot. Onnantól kezdve pedig megvannak azok a politikai döntéshozó szervek, ahol a vezérkarfőnök csak részt vesz, igazából, és az ott született döntéseket fordítja le katonai nyelvet. Tehát az, hogy a harckocsi hova menjen, azt a napig igen a vezérkar főnök és az alárendeltjei fogják eldönteni. Hagyjuk ezt az UFO-s példát, de akkor egy konkrétat, ugye most volt a napokban, hogy az izraeliek Szíria területén lebombáztak egy iráni nagykövetségi épületet, amire ők azt mondják, hogy az egyébként egy álcázott hely volt, és valójában terrorszervezeti központként működött, ugye elvileg ki is iktattak terroristákat. Ilyenkor például kidönti el, hogy ez meglegyen? Ez mindig politikai döntés. Hiszen amit mondtam, hogy a katonai rész a teljes ország működésében csak egy szegmens. És ennek nem lehet figyelmen kívül hagyni a politikai, gazdasági, energetikai információk az összes többi szegmensét. Éppen ezért ez a felelősség mindig a végrehajtó hatalom főnökének a vállán. Tehát kell, a miniszterelnöknek. A mi országunkban igen, ugye vannak, ahol prezidentális van, ott az elnök. Azért mondom, hogy a végrehajtó hatalom főnökének a kezében van ez a döntés, hiszen ennek nem csak katonai hatása van. A katonák ebbe ott jönnek be, hogy na, az a célpont, és akkor oldjátok meg. És még egy működő demokráciába, még azzal is visszamenjük, hogy fogjuk megoldani, igazából, hiszen nekik tudni kell az, hogy lehet, hogyha túl messze van, akkor más országot is be kell vonni. De mondjuk ilyenkor beszélgethetnek miniszterelnökkel, elnökkel arról, hogy jó, de akkor ezt most drónnal, vagy vadászrepülővel, vagy az már nekik mindegy? Az nekik igazából mindegy, a hatása nem mindegy. Tehát amikor például visszamentünk Afganisztánba, ugye kimenekítési műveletre, akkor nem csak Magyarország is Afganisztán játszott, hanem egy elérhetőbb bázist is kellett létrehozni a közelbe. Éppen ezért szükségünk van a politikai jóváhagyásra ezzel is, mert egy másik országot így gyakorlatilag bevontunk. Ennek van külügyi, diplomáciai kérdése. Tehát ez a whole of government, ugye ez a szép magyar szóval, ugye a teljes kormányzat összefogása szükséges a katonai akciók végrehajtása során is, hiszen még egyszer sok minden mást is érinthet, és ez a felelősség a végrehajtó hatalmon van. Filmélményeimre tudok támaszkodni, de ott gyakran van az, hogy van a szakma, és a szakma látja, hogy hú, ott kéne kiiktatni egyébként a veszélyt, és akkor azt látjuk, hogy a politikusok meg félnek, meg jön az ellenzéki politikus, aki zsarol, meg beleszólnak, és akkor ott már mindenki toporogna, hogy lépjünk, és akkor tök rossz a film közben nézni, hogy a politikusok meg fékezik ezeket a folyamatokat. Ez a valóságban is így van? Hát van, amikor fékezik, van, amikor meg pontosan felgyorsítják, ez így van. De még egyszer, a felelősség rajtuk van.
Tehát nekem, mint volt vezérkar főnöknek, az volt a dolgom, hogy a legjobb tanácsot adjam, és a lehető legjobb cselekvési változatokat, nem egyet, többet tudjak nekik prezentálni. Még egyszer azért, mert a hatása az nagyon sok helyre kisodorúthat. És az, hogy megyünk, nem megyünk, csináljuk, nem csináljuk, igazából ez hiába gondolja adott esetben a katona, hogy jó lenne menni, vagy jó lenne nem menni, mivel vannak más hatásai, el kell fogadni ezeket a döntéseket. Ugye azt a példát szoktam elmondani a katonáknak, akik ugye mi katonák azt hiszik, hogy mi értünk mindehez a legjobban. Igazából ez sajnos ez bennünk van, de hát van mögöttünk tapasztalat, ezért mondhatjuk. És azt a példát szoktam nekik elmondani, hogyha mondjuk egy zászlónak el kell szakadni, mert egy sokkal nagyobb erő támadja, ha ott maradnánk, akkor a teljes zászlója elpusztulna, és nem tudnánk megvédeni azt, amit meg kell védeni, nem elmenekülni, el kell szakadni, akkor azt jelenti, hogy ott kell hagynom valakit, aki biztosítja az elszakadást, egy erőt. Ez szakasz fél század. Azok a srácok nagy valószínűséggel nem élik túl. Nagyon nagy veszélyben vannak. Ha őket megkérdezem, ugye, hogy akkor ott kéne maradni, azt mondja, hogy főnök, ez hülyeség, meg fogunk halni. De neki ott kell maradni. Pontosan azért, hogy a zöm az ki tudjon menni, és utána a nagyobb célt el tudjuk érni. De az ország szempontjából ugyanez a helyzet. Vagy a másik, hogy megindulna egy repülő, és nem a Pentagon, hanem a parlament felé megy, azt az utolsó pillanatban le kell lőni. És lehet, hogy rázuhanott egy bizonyos. És lehet, hogy 200 ember van a fedélzeten, és teljesen ártatlan civilek, igazándiból, és olyan helyen kell lelőnöm, hogy lehetőleg ne zuhanjon le olyan helyre, ahol még több ezer embert ugye megöl. Ha megkérdezzük a gépen lévő embereket, lőjetek, ne lőjetek, találjátok ki valami más. De jön az a döntési pont, mikor nincsen más, hanem ezt meg kell tenni. Ezek nagyon kényelmetlen és nagyon szigorú döntések, de most ugye a filmekben a politikusok jó-rossz általában be van állítva, és a végén kiderül, hogy igazából ki a jó, vagy ki a rossz. Ez az életben is így van, hogy a nap végén fog kiderülni, hogy az jó döntés volt, nem volt jó döntés, vagy éppen mi motiválta, de hát azért szavaztuk meg őket, azért választottuk meg őket, azért kerültek kinevezésre, hogy ez a felelősség bizony az ő vállukat nyomja. Repülőgépet nyilván nem kellett lelőnie aktív időszakában, de volt olyan nehéz döntési helyzet, amiről akár már lehet beszélni? Volt, de arról még nem beszél. Majd egy 50 év múlva készül a könyv. 50 év múlva így van. És amikor ilyen döntési helyzet van, akkor az ember így félre tudja tenni, hogy vagyok én, mint az ember, és vagyok én, mint a katona. És ugye ez két külön fiók, és még ha olyan a döntés, meg nagyon nehéz, és akkor este, amikor az ember hazamegy a családjához, akkor viszont hazamegy, mint ember. Szóval ez mennyire nehéz, ráadásul ezekről nyilván nem lehet beszélni, gondolom otthon se nagyon. Nem. Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem ez nem okozott ilyenfajta a morális problémát, mert az országa fontos. Mi arra esküdtünk fel? Nekünk a magyar emberek és a haza sokkal fontosabb, mint a saját dolgunk. És én a meggyőződésem, hogy a katonák zöme, a tábornokok zöme az ugyanígy gondolkodik. Hogy ha kellemetlen rossz döntést kell meghozni, akkor is meg fogja hozni a magasabb, magasztos cél érdekében. Ez meg az ország, meg a nemzet. Akkor itt érnék rá arra a kérdésre, ami hetek óta kering, hogy most akkor mennek NATO katonák Ukrajnába, vagy nem mennek, mert hogy eddig ugye olyan evidensnek tűnt, hogy hivatalosan nem mennek. Aztán Macronnak, a francia elnöknek van egy ilyen nyilatkozat dömpingje, amit mindenki máshogy értelmez, de amennyire én megértettem, ennek az a lényege, hogy most nem mennek, de amúgy vannak, de ha nagyon nagy a baj, és ha Oroszország már brutális fenyegetést jelent Európa biztonságára, akkor meg akár mehetnek is. Jól értem én, vagy ön hogy érti? Persze, ez inkább belpolitika. Tehát én nagyon bízom benne, hogy nem mennyire buták a nyugati vezetők, és én Macron sem úgy ismertem meg a nyilatkozataiban, az egyik tevékenységben, hogy felelőtlen lenne. Nem véletlenül mondja, hogy ennek a háborúnak a kitörése óta a NATO mindig mondja, hogy ez nem a NATO háborúja. Akkor most mi változott? Igazából semmi, a percepció változott igazából, és az a baj, hogy ez külpolitikai nyomásra használják fel belpolitikai haszon. De mi értelme Macronnak belpolitikát csinálni, amikor megválasztották ez az utolsó ciklisa, mert hogy több nem lehet? Hát ott is van párt, ott is van. Tehát az, hogy ők erősnek tűnjenek, ők meg tudják oldani. Ők nem csak a Franciaországért felelnek, hanem Európáért felelnek. Ez a saját társadalom meggyőzése. És nem rövid távon, hanem ez hosszú távon. Ugyanakkor az emberi ambíciókat soha nem lehet kizárni.
Tehát ők is emberek, az előbb beszéltünk arról, hogy ki lehet-e kapcsolni azt, hogy te ember vagy. Ő Franciaországban elért mindent. A világ színpadán is ismerik. De hát nyilván van olyan ambíciója, amit talán saját magának se val be, hogy ő most hallatja a hangját, és a félvilág róla beszél. Na jó, de hát ez nagyon veszélyes. Hát nagyon. Ugye ebben ez a legnagyobb veszély, amikor azt mondom, hogy a racionális döntéseket próbálunk hozni, és mérni, hogy a racionális talaján mi az, ami jó, mi az, ami nem, az emberi hülyeséget nem lehet kizárni belőle, az a baj. És egyik szinten se. Ugye ezt láttuk, amikor Oroszország a hülyék bátorságával akar Kijevig elmenni, anélkül, hogy rendes információ lettek volna, meg is kellett állnia. Én remélem, hogy a többi európai politikus nem követi el Putyin hibáját, és nem kezdeményez olyan műveleteket, ami utána a saját társadalom részére iszonyatos problémákat okozhat. Ugye azért volt egy kicsit aggasztó a Macron bejelentés, mert utána azért nem az volt, hogy mindenki mondta, hogy jó, lehet, hogy a Macron elnök úr így gondolja, de hát azért mi inkább köszönjük szépen, kihagynánk ezt a lehetőséget, hanem bizonyos országok erre még elkezdtek rácsatlakozni. Persze, mert akinek a veszélyeztetettség érzése, amiről az elején beszéltünk, az megvan, az örült ennek. Nyilván a hadban álló Ukrajna pláne, hogy akkor kap egy nagyobb segítséget, és ugye az ő székéből az végre egy megváltás lenne, mert akkor kiegyenlítődnének az erőviszonyok Oroszországgal szembe. Ha itt a NATO vagy Európa beszállna, ez nem kérdés. De hát azért Oroszországnak vannak még olyan fegyverrendszeri eszközei, ami tudja bántani az összes többi országot. Tehát ez nem úgy működik innentől kezdve, hogyha valaki oda megy Ukrajnába segíteni, akkor a konfliktus Ukrajnába marad. Mint ahogy az oroszok el is mondták, hogy ugye most két bázis épül egy Lengyelországba, egy Romániába, nagyon nagy bázisok, az amerikai katonákkal. Ha onnan indulnak támadások... Még az F-16-os onnan szállt fel. Ugye ezt mondják, akkor azért az célponttá válik. És ez a kockázat, én remélem, hogy felméri mindenki, mert az oroszoknak, az orosz társadalomnak, Oroszország megértésének azért része, hogy ők azért jobban bírják a fájdalmat, mint mi. Ha az egy létező helyzet, hogy NATO tagországok önálló nemzeti hatáskörben viszont küldenek katonát Ukrajnába, vagy az is pont azért nem lehetséges, mert akkor mi van, ha az X-balti állam mondjuk küld, és akkor az X-balti állam területére csap oda Oroszország jelezve, hogy hát ezt azért mégsem. Na, ez lesz az a vita a körasztalnál, ha ilyen megtörténik, hogy nagyon nehéz lesz feloldani. Ha engem kérdeznek, az teljesen egyértelmű, hogy a NATO egy védelmi szövetség. És nyilván, hogyha ha bármilyen akció nélkül megtámadják a NATO területét bármelyik másik országot, akkor nem kérdés, hogy ötödik cikkely. Na, de hogyha először én megyek pofaszkodni, és kapok egy visszapofont, akkor az most ötödik cikkely, vagy nem? És nincs erre precedens, nem? Nincs. Erre nincs precedens. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Ha engem kérdeznek, ez nem az. Mert azért mentél oda pofoszkodni, hogy tudod, hogy pofontkoz kapni, és ezzel belerántod a szövetségeseidet gyakorlatilag a háborúba. És ezt a NATO vezetése is így gondolja? Hát ugye ebben az a szerencse, hogy konszenzusosan kell dönteni. Tehát mindenkinek? Mindenkinek egyet kell vele érteni. Ha nem, akkor nyilván elképzelhető az a szenárió, és szerintem ilyen esetben az a legvalószínűbb, hogyha valaki ilyet tesz, akkor lesznek országok, akik azonnal melléjük állnak. De ez nem NATO lesz, ez egy koalíció lesz akkor. Ez még mindig ellensúlyozza majd Oroszországnak a képességeit, viszont nem a NATO mint egész kerül akkor konfliktusba, hanem ez a koalíció. Volt erre példa, amikor Irakba mentünk vissza harmadszor, ugye, akkor még ENSZ határozat sem volt, hanem a iraki végrehajtó hatalom küldött levelet az Egyesült Államoknak, hogy gyertek segíteni. És akkor az Egyesült Államok mondta, hogy aki ki akar hozzánk csatlakozni, így csak csatlakoztunk mi is. Tehát az nem NATO, az nem EU, az nem ENSZ volt, hanem egy koalíciós művelet volt. Éppen ezért ugye több arab ország is részt vett ennek a konfliktusnak a megoldásában. Tehát egy ilyen esetben, hogy valaki küld Ukrajnába katonákat, vagy a területéről támadják Oroszországot, Oroszország visszatámad, akkor én nem feltételezem, hogy ez NATO művelet lesz, hanem azt feltételezem, hogy egy koalíció fog létrejönni, de egyébként a NATO-nak a rendszereit nyilván fogják használni, mert az ki van építve minden országban. Na ezért bonyolult egy kicsit, hogy az meg nem presztízs veszteség a NATO-nak? De hogy nem, akkor felborult a NATO, ez teljesen egyértelmű, az a NATO vége. Vagy egy több sebességű NATO lesz.
Hát több sebességű. Vannak olyan NATO műveletek, ugye, de ez nem az ötödik cikkely, ahol nem minden ország vesz benne részt. Tehát ha megnéztük a korábbi NATO műveleteket, akkor nem feltétlenül küldött mindig mindenki mindenhova valakit. Ha nem vettek benne részt, ugye ezt hívják force generationnek, az erőfelajánlásoknak, hogy ki mit tesz részt, ki milyen képességgel járul hozzá. Na de attól az még NATO umbrella volt, tehát akkor a NATO országok a miniszterelnökei, kormányfői egyetértettek abban, hogy oda menni kell. Hogy ők küldtek-e embert vagy nem, az a hadműveleti igény döntötte igazából el. Ez egy teljesen másik kérdés lesz, mert szerintem nem minden ország fogja elfogadni azt, hogy az ötödik cikkely ebben az esetben, de ez nem jelenti azt, hogy a NATO tagországok egy önálló koalícióban nem tudnának részt venni ebben a műveletben. Ugye azért bonyolult, mert Putyin meg közben elmondja, hogy nem tervezi megtámadni sem Lengyelországot, sem a balti államokat. A másik oldal meg elmondja, hogy igen, de már azzal, hogy Ukrajnát megtámadta, egy sor nemzetközi egyezményt megszegett, meg hát azért nem biztos, hogy Putyin a legszava hihetőbb politikus most a nemzetközi igen. közösségben. Igen, felsínlik az első és második világháború előtti időszak. Most, hogy hiszünk-e egy ilyen vezetőnek, vagy nem hiszünk egy ilyen vezetőnek, jobb megvárni, még ő támad, vagy ellencsapás kell, megelőző csapás kell rá sújtani. Nagyon nehéz kérdés. Ugye, ha visszaforgatjuk az időkerekét, hogy mi történt mondjuk 38-tól a 39-ig, vagy esetleg egészen 33-tól 39-ig, hogy lehetette volna akkor valamit csinálni korábban, hogy összefognak, vagy hittek neki, nem hittek neki. Ez az analógia nagyon nehéz, de nem szabad máshol. Ja, pont ez a kérdés, hogy a Hitler analógiát kell ráhúzni Putyinra, és elnevezni Putlernek, mint ahogy azt látjuk, hogy azért úgy megvan. Vagy egyébként én ismerek olyan történészt, aki például azt mondja, hogy ezek az analógiák soha nem jók, mert hogy nincsen két ugyanolyan helyzet. Én pontosan a másodiknak hinnék, hanem ezért kell elemezni rendesen a helyzetet, és ezért van megint igaz a Magyarországnak, hogy tárgyalni kell, beszélni kell, meggyőzni kell igazából, de a legfontosabb, hagyjuk abba a fegyveres harcot, mert emberek halnak meg mind a két oldalon. Ez senkinek nem jó. Nem jó az embereknek, nem jó a társadalmaknak, nem jó a gazdaságnak, és innentől kezdve nem csak a két résztvevő félnek, hanem egész Európának. Mondjuk Dél-Amerikában nem nagyon érződik ennek hatása közvetlenül, de a világ többi részét, mondjuk Közel-Keletet, Távol-Keletet már nem lehet, mert precedensek keletkeznek. És ugye mondják, hogy ez eszkalálódhat majd Tajvan felé. Adott esetben akár igen, mert felméri a nemzetközi közösségnek ugye a reakcióját. Tűrőképességet meg reakcióját, hogy meddig hogyan lehet elmenni, hogy még egyszer a saját nemzeti érdekeket meg tudják valósítani. Nagyon bonyolult helyzetben vagyunk, én azt gondolom, úgyhogy minden országnak meg kell tenni a saját dolgát ebben a kérdésben, még egyszer nem csak politikailag, hanem akár a katonai szegmensben, a védelmi szektorban. Itt egy kicsit még a Közel-Keletre rátérnék, hogy ugye ott is azt látjuk, hogy a huszik, akik hát körülbelül talán azon a színvonalon vannak, vagy még azon sem illegális külső szemlélővel, szemével nézve, mint mondjuk a tálibok voltak Afganisztánban, gyakorlatilag most már hónapok óta egy ilyen rókafogta csuka helyzetet teremtenek, és nem lehet tudni, mikor vágják el az internet kábeleket, meg mikor fosztják ki a brit hajókat, és a többi, és a többi. Látjuk azt, hogy folyamatosan vannak fegyveres összecsapások, egyre mélyülő konfliktusok a Közel-Keleten, és láthatóan, minthogyha ezt sem az Egyesült Államok, sem Oroszország, sem Kína, tehát a nagyhatalmak sem tudnák annyira jól kezelni, vagy éppen megoldani. Mert nem akarják. Ugyan nem hagyományos hadviselésnek pontosan ez a lényege, amit most ott a huszik csinálnak a Vöröstenger környékén. Mert az ő felszámolásuk ugye a nagyoktól iszonyos erőforrásokat igényel meg időt. Most van más bajuk. És itt most ők azt mérik, ugyan nagyok, hogy okoz-e neki akkor a problémát, hogy mindenképpen be kell avatkozni, és ha igen, milyen erővel, vagy nem. Ez megint a nemzeti érdekek. Mert hogyha meg lehet kerülni, el lehet kerülni, akkor hagyják. Ha neki közvetlen veszélyt nem jelent, akkor hagyják. Hát itt azért gazdasági veszélyeket jelent? Ott van, bőven. Ugye ezért próbálnak ott maszatolni valamit, de nagyon nehéz. Tehát innen, ha térképen nézünk, az egy kicsi terület, de amikor az ember ott van a vízen vagy a földön, akkor az egy másik tényező. Pontosan ezért találták ki annak idején a nem hagyományos hadviselést, mert így kisebb erővel nagy károkat lehet okozni, és egyébként, ha megnézzük a hagyományos és nem hagyományos műveleteknek az összecsapását, akkor a mérleg a nem hagyományos felé megy el.
hogyha statisztikát nézzük, hogy mikor nyert a hagyományos, vagy mikor a nem hagyományos. És nagyon sok nem hagyományos művelet, béketámogató művelet, vagy békekikényszerítő művelet indult az elmúlt évszázadban. Hát van, amelyik sikeres, de inkább a kevésbé sikeres felé tolódik el itt is. Miért? Mert a nap végén, hogyha Klaudici háromszög a társadalmat nem tud meggyőzni, hogy ne csinálja, akkor továbbra is csinálni fogja. Akkor itt az lenne a mai utolsó, tényleg utolsó kérdésem, hogy ha csak az elmúlt 48 órát megnézzük Ukrajna és Oroszország konfliktusában, akkor ott bőven látunk ilyen nem hagyományos műveleteket. Ugye most itt volt ez a 8 országon átmenő kegytárgyakba rejtett robbanószernek a története, akkor ugye folyamatosan bombáznak, drónoznak pro-kontra infrastruktúrális üzemeket, de hát ugye talán egy-két héttel ezelőtt a Krokus City Hall ellen elkövetett állítólag iszlám államos, de ki tudja kinek a megbízásából történt terrortámadás. Ugye a Közel-Keleten is folyamatos diverzáns akciókat látunk proxy háborúkkal kiegészítve. Nem lehet tudni, hogy ki a valódi megbízó, hogy mi az, ami egy helyi terrorszervezet műve, mi az, ami mögött Irán áll. És ugye közben mindenki a frontokra koncentrál, Gázára meg az ukrán frontra, de hát akkor ön azt mondja, hogy lehet, hogy ezek az akciók akár meg is tudják változtatni a háború menetét? Persze. Ez mindig lehet egy olyan utolsó csepp a pohárban, amikor azt mondja bárki, hogy elég. Vagy nagyobb erőforrást tesz be, vagy bekapcsolódik valaki, vagy valaki felteszi a kezét, hogy abba hagytam. És pontosan ezek összeadódnak. Tehát egy úgy magába ritkán ér el hatást. De amikor jön a sok kicsi, ugye, akkor azért látjuk a történelemben, hogy csak ki kellett jönni Vietnámból. Csak ki kellett jönni Afganisztánból is. Sajnos ezek hosszú évek, de a nap végén az a sok pici annyit jelentett, hogy azt mondták, hogy elég. És pontosan ezért csinálják ezeket a műveleteket, elkezdődött ez is. Ugye ez a hibrid hadviselés, amit mondtam, hagyományos, nem hagyományos, és a Dime teljes spektrumába folynak a műveletek. Hol áll a pohár? Tehát fér még bele csepp? Fér. Szerintem még fér sajnos. Bár inkább férjen, mint tele legyen. Persze, inkább férjen, és nagyon fontos, hogy aki a poharakat töltögeti vagy fogja, az hirtelen ne locsolja ki. Ez akkor a mai végszunk. Rosszicsi Romulus, köszönjük szépen, hogy itt voltunk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassák továbbra is az Ultrahangot. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.